repülök is, és kezdjük ezt a csodálatos videót! De előtte még kortyolok egy kicsit. Mielőtt bárki megkérdené, hogy mi van ebben, ez nem kóla, és még csak nem is alkoholos ital, ez egy úgynevezett gyökérsör nevű üdítőcske, amit én imádok egyszerűen. Megőrülök érte, úgyhogy ha tudtok szerezni nekem gyökérsört, akkor én nagyon hálás leszek. Térjünk rá a pályára, ami nem más, mint az, hogy 15 biomes escape, tehát egy újabb escape pályát fogunk végigjátszani. Hely, de jó lesz. Na, gyorsan leírja nekünk, hogy mi itt a dolog, meg mi itt, amit tudnunk kell. Én ezeket már megnéztem. Szóval benneteket még meglephet a pálya. Úgy kezdődik az egész, hogy ezt le kell tennünk a sandstone-ra, és kezdődik is a desert, és nem a desszert, még mielőtt bárki meglepődne, hanem a desert, és ezeken a pályákon kell túlélnem, helyett kijutnom, és már is megtaláltam a csákányt, amivel ki tudom ütni az itt lévő sandstone-t. És hoppá, találtam is egyet, de azért itt még kiásom, mert nem lehetünk soha elég biztosak abban, hogy mindent kiástam rendesen. Jó, nincs itt semmi, és akkor gondolom a papírt viszont ide be kell dobnom. Ahogy gondoltam! Na, az első az nem is volt nehéz, lássuk a másodikat. Ezt a zöldellő mezőset, és mit tudunk vele kereskedni? Semmi más, csak magokat, viszont itt van egy csomó fű, úgyhogy azt kéne csinálnunk, hogy szépen lekapáljuk itt az egészet. De, hogy ezt megtehessük, előtte össze kell craftolnunk nekünk egy minek hívják kapát. Azért annyira még vagyok okos itt a szeren a játékban, és igen, a grass-t ki is tudom ütni, és össze kell belőle nekünk szedni 15 egész darabot. Hű, de nagyon sok az a 15 darab. Amúgy, hogyha valaki nagyon unná Minecraftot, annak tudom ajánlani a másik csatornámat is, amiben egy nagyon érdekes ilyen kis dobozt nyitok ki. Akit az érdekel, az lesse meg a másik csatornámat, a linket megtaláljátok a leírásban. Na, megvan mind a 16, oda is adjuk neki, és már csak ki kéne teríteni, hogy hova a fitty fenébe... Aha! Aha! És kész is van. Na, ki kellett deríteni, hogy hova kell dobni itt a dolgot. Itt már látom is, hogy ide kell dobni. De ezzel még nem vagyok előrébb. Ugyanis itt van egy ilyen villager, akivel gondolom megint kereskedni kell. Hát nekem nem úgy tűnik, mint hogyha vele kereskedném. Jó, valamit mond. Aha, eltűnt az egyik blokkja a fishing house. Eltűnt az egyik blokk a fishing house-ából, és azt kellene neki megcsinálni. Ez pont jó helyre ugrottam, szóval azt kell neki megcsinálni. És hát gondolom nagyon egyértelmű, szóval ez még itt nem tűnik nekem bonyolultnak, de még csak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a legelején vagyunk a játéknak. Cica, kaparod a kakidat? Igen? Mert én érzem ám, hogy nagyon büdös. És emígyen elkészült az utolsó is, már csak ezt össze kell craftolnunk. És be kell tennünk ide. És meg is van a paper! Köszönöm szépen, jó uram! Köszönöm szépen, elmentem viszontlátásra! Ezen nem újon! És most szépen betesszük, puty! És megyünk is tovább! Úristen, jó, jó sok van, hát 15 mondjuk, mit gondoltam. Ice spikes. Look at this! Ágy. Megvan, ezzel ki tudok ütni stained egy glass-t. Glass, és miért van az az érzésem, hogy itt fölfelé kell ugrálni? Ah! Glass! Oh! És az nekem nem kell, már meg ne haragudjon. Azért ezt én elvinném, köszönöm szépen, viszont megvan a papír. És miért van az a rossz érzésem, hogy igen. Ahogy sejtettem, hogy ebben nem megtalálni volt nehéz, hanem elvinni oda, ahol majd újra össze tudják nekem állítani a dolgot, azaz, hogy be tudjam dobni a dolgot, ezt a kis papperiuszt a
Csisztibe, csösztibe. Szóval ebbe az lesz a nehéz, és nem is chest az, hanem mi az egy ilyen sima slab. Oké, meg lesz. Oké, megvan, megvan. Hoppá, megvan, nagyon szép, és most nagyon reménykedem, hogy ez az ugrás összejön. Hú, összejött, úgyhogy nem kell izgulni, gyerekek. Prő vagyok, itt viszont majdnem leestem, és most majdnem megint leestem, de nem baj, mert oké. És most már ezen már csak végig kell ugrálni, és megvan! Hú, hát azért nem hittem volna, hogy egy húzamba végig tudom csinálni, azért ez elég nehéznek tűnt. Hello, chest! Ezt ki tudom nyitni? Ki tudom nyitni? Van benne egy wooden plank. Wooden plank-e meg? Vagyis, hogy nem wooden plank, hanem mi az? Balta, és ki tudom ütni a wooden plank-et. Ami azért nagyon jó, mert hogyha kiütöm a wooden plank-et, akkor itt fölfelé tudok haladni a fán, és úristen, mennyi fa van, ami van wooden plank. Oké, ez volt itt az utolsó, és úgy látom, hogy akkor nekem itt ki kell vágnom. Amúgy ez milyen rossz nevelési módszere van ennek a játéknak, hogy gyakorlatilag szét kell csapnod az esőerdőt, érted? Ami amúgy egy ilyen csodálatos dolog, de nem, te a Minecraftban vagy üssze... Amúgy nem lett volna innen könnyebb felugrani? Vagy van ott valami, ami nem enged? Vagy mi? Ami nem tudom, hogy összejön-e, talán egy ilyen double jump-a... Oh! Hú! Azért most egy pillanatra levert a víz, azért ez izzasztó nagy ugrás volt. Innen ide, jó, és akkor most szépen fölfelé haladva, ismételten csak megmásszuk a giga-mega őserdő fáit, de jó lesz nekünk. Csak fölfelé lehet haladni a fákot, tehát már kezd ez egy kicsit túl sok lenni, és még mindig nincsen meg nekünk az a híres papír, amit minden egyes alkalommal keresünk, mint a megszállottak. Nekem csak a papír kell. Tehát engem csak a papír érdekel, kedves esőerdő. Most sajnálom, hogy emiatt kivágnak, vagy hát vágok ki belőled részeket. Úgyhogy ez nem igazán tetszik. Tehát én nem akarom az őserdőt írtani, de hát a papír az kell, mondták az emberek, és kivágtak egy csomó fát. Úgyhogy egy hegye, úgyhogy já. Viszont ott lesz a papperjúz. No! Most óvatos leszek azért. Most nagyon óvatos, és itt is van nekünk a papír, és oda kell bedobni, csak alig látom ugye, mert itt világít arcomba az összes softbox, és Taiga! Taiga Waititi, úgyhogy ide kell majd a dolgot betenni, azt már most látom, és itt ezer helyen lehet, főleg a fenyőnkön fenn, vagy esetleg az egyik sarokba eldugva, azért szépen szisztematikusan halad. Hát ez egy jó egyszerű pálya volt. Na nézzük az Extreme Hills-t. Hello, kedves Extreme Hills, neked kell egy Emerald Partás. Úgyhogy arra gondolok, hogy én itt lemegyek, azokat biztos ki kell ütni, tehát ahol ilyen gyanús a cobblestone, hello kopanya, ott biztos, hogy ki kell ütni, van egy emeraldom, és gondolom én, ez a mit tudok kiütni? Hát persze, hogy cobblestone-t. Úgyhogy gondolom én, össze kell szednünk annyi emeraldot, mennyit is kell, 9-et kell összeszedni, jó, hát ez elég hülye kérdés volt, de 9-et kell összeszedni, és akkor abból szépen lecraftoljuk majd neki a blokkot, és amúgy ott egy emerald, ezzel ki tudom ütni, jó? És itt is van egy kis cobblestone, és ezt is kiütjük. Jó, megvan igazából, opa, el ne felejtsek itt valamit, itt ne adjak. Azért nem iszák olyan forró rakását, hogy csak úgy itt adjak valamit, értitek? Na nézzük meg, itt is van egy emerald, jó, amúgy annyira nem tűnik nehéznek ez a pálya, de css, mert mindig ilyenkor szokott bekeményedni, ott is van egy emerald, és akkor én még visszamegyek oda a legelejére, mert minthogyha itt igen, itt lett volna nekem hagyva az emerald, bizonyám, ezt itt hagyták nekem, ott van. Kell nekem, még mindig kell nekem, de hol nem vettem még észre?
Hol nem, itt még nem járta. Aha! Még egy kell! És már mehetünk is crafty craftolni. Hoppa, ezt. Tutututj. És kész is van a blokk, amit oda kell adnunk az öregnek. Az öregnek, hogyha fel tudnék ugrálni. Úgy van. Hello, pajtás! Hozom már, megjöttem, itt is van, tessék, parancsolni kérem a papírt, és most megkeressük azt, hogy hova kell ez dobni, de gondolom én. De csak gondolom, hogy föl kell mászni az Extreme Hills tetejére. Ó, valaki hívott. Hát jó, ezt nem tudtam meg, hogy ki hívott, de majd, hogyha annyira érdeklem, akkor biztos, hogy vissza fog hívni. Én addig meg megpróbálom folytatni a hegymászást. Jóformán a hegymászásról szól. Úgyhogy már meg is találtam az utat. Mármint azt hittem, hogy megtaláltam az utat. Erre biztos, hogy nem. Akkor csak is a másik irányba lehet a megoldás. Valahol itt lejjebb. Ott van. Itt az én blokkom. Azért ez jó kalandos volt, de itt is van. Level completed! Mesa! A pisa, mesa, fesa, misa, misa, tesa, tesa, tesi, tesu. Szóval, itt van egy bánya, és én azt mondom, hogy egyből lessünk be ebbe a bányába. Aha! Most milyen jó lenne, ha megvelenne a csákányom, igaz-e, igaz-e? Itt is van egy ám. Lehet, itt van a megoldás? Ó, de szép párkör. De szép purka úr. Oké, de semmi gond, mi megoldjuk. Arról vagyunk híresek, és... bakker. Na várjatok, akkor kezdjük rögtön a legelején. Jussunk fel addig az öregig, hogy utána elszedjük tőle, ami nála volt, de most már a miénk kéne, hogy legyen. Na, hello, arany kell neked, pajtinyó. Jó, és akkor most megállt a tudományom, hiszen mit keressünk? Az eddigiek olyan egyszerűen is magától értetődően mentek. Szóval gondolom én, hogy át kell nézni itt a vízben bizony, itt bujkál bizony valaki, és mit ír? Moston meg gold. Oké, akkor muszlistone most kell kijutni. Itt is van. Muszlistone. Oké. És hogyha ezek meg lesznek, akkor... Oh, hello. Hello? Igen? Jó, szóval igen, jó. Nagyon jó, oké, rendben. Akkor nincs is több kérdésem. Csak az, hogy az miért volt ott, az a kis creeper, vagy ez csak valami easter egg-szerűség volt, vagy minek volt beletéve. Viszont ebben volt egy arany. És mennyi kell ebből? 4 kell szerintem. És még kellene, nekünk nem adhatjuk fel. Most pont itt a cél egyenesben, nem szabad feladni. Ezt is kiütjük, és meglátjuk, mi lesz mögött. Egy dungeon. Bizony egy nagyon durva dungeon, azt a mindenit. Kiszedünk mindent a dungeonból. Igen, ezt is. És nem elég neki ennyi? Nem, kell. Kell még neki, mennyi kell neked? 9 darab. Ó! Oh. Ó! Találtam egyet! Végre! Istenem! Hú, de jó! Hú! Egy pillanatra azért megfagyott bennem az ütő, hogy úristen, most mit kell csinálni? De aztán végre felvilágosodtam, mikor visszajöttem. Szabad, Cica, hát te mit keresel itt? Oho, fal. Csak jobban szemügyre kéne vennem itt a dolgokat, de buta vagyok, Istenem! Hát... Jaj, bakker. Miért nem, mondjátok meg őszintén, miért nem nézek jobban körbe. És akkor még körben nézünk, itt nincsen semmi. És komolyan, csak a megfigyelő képességemmel, hogyha nem lennének ilyen problémák, de jó, hogy megyek visszafelé is, akkor már rég megoldottam volna én itt az összes fejtörőt, úgyhogy ezeket be is rakom. Hadd süljék!
És akkor most meg ezekből összekraftoljuk, már néztem mindenféle receptet, ebből pedig összekraftoljuk az elegendő dolgot. Szóval mi most megyünk vissza most már ténylegesen a kreperentyűhöz, és megpróbáljuk felrobbantani, vagy hát nem tudom, hogy mit fog csinálni, valószínűleg nem fog felrobbanni, mert azért annyira nem összetett a pálya, vagy mégis nem hiszem. Szóval ide leadjuk neki a rendelést, és végre valahára ténylegesen összetudom ezeket a ravasz dolgokat kraftolni. Egy, meg még egy, és megvan! És már csak egy blokk kell nekem. Oké. Hú, ez volt az első pálya, gyerekek, ami igazán megizzasztott. De csak azért, mert nem tudtam hova tenni. Mármint, hogy tudtam hova tenni a szívem mélyére. De nem úgy, hanem, hogy nem tudtam feldolgozni, hogy mégis mi lehet a megoldása a pályának. De szerencsére sikeresen abszolváltam ezt a dolgot. Add ezt ide, és már csak el kell vinnünk a pontra, és leadni, és kész! Hú, ez volt az eddigi legnehezebb, és még csak most tartok a felénél, lehet, hogy ezután be fog durulni. Hát az biztos, mert hogy már itt a helyben vagyunk, azaz, hogy a pokolban. Ááá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